Hi guys, and welcome back to my channel. For those who don't know me, I'm Luca from lucanapero.com, and I am a language coach who helps people learn languages better, faster, and with more joy. Now, onto the content of the video. Today I'm going to show you a special video because I'm going to show you how I actually engage in a conversation with my wonderful Hungarian tutor, Petra. I've been learning Hungarian for about 5 years, and I've been working with Petra for about 3. I really like interacting with her, and the point of this conversation that I'm going to show you is actually to show you how I happen to have a mind shift, and I'm not focusing on the performance of speaking a language anymore. We're all scared at the beginning of speaking a foreign language in front of native speakers or other people who speak that language well. But the reality is that we can experience this language shift, this language mind shift, and focus more on the beautiful act of communicating in a meaningful way and then learning out of it rather than performing, then things warm up a lot. So as you will see in this conversation, I make mistakes, I hesitate. I prepare the conversation beforehand a little bit. I've been looking for expressions, some words that relate to the topic that I chose. And in this case, this topic is about learning a foreign language actively. And you're going to see me, again, hesitate, make some mistakes, but the whole point is actually the learning experience, as I said. So without further ado, enjoy the show, and I'll see you a little bit later. Jó reggel, Petra! Jó reggelt! Szia! Hogy vagy? Szia! Süt a nap az a Rómában, mint mindig, és a Magyarországon. Itt... Tök sötét van, nagyon, nagyon, nagyon rossz idő van egész héten. Esik az eső, hideg van. Ez hideg. Ez kicsit ez a normális áprilisban, nem tudom. Az áprilisban a Rómában ez attól függ, de általában ez a nagyon szép. Nagyon szép a város, ez nagyon szép az idő. De emlékszem arra, hogy mikor Budapesten voltam, ez a májusban. Nagyon, nagyon szép a város májusban általában a Magyarországon, a Budapesten. Egyáltalán, nem? Igen, igen. Igen, nagyon szép a város, meg nincs túl meleg, nincs túl hideg, nincs túl sok turista, ideális. Igen, igen. Emlékszem arra, hogy az utolsó alkalom, amikor Budapesten voltam, ez a, nem tudom, 2 évvel ezelőtt, sajnos a pandémia miatt nem lehet utazni, a Magyarországra utazni, de még látjuk, mi történt. Ma szeretnél kicsit egy nagyon, remélem, nagyon érdekes témáról beszélni, azaz szeretnél veled kicsit beszélni arról, miért nem működik az jelenlegi oktatási rendszer általában, amit a nyelvtanulást illeti, és nem csak nyelvtanulást illeti, és remélem, hogy érdekes téma neked és nekem igen. Lesz. És Petra, mit volt a tapasztalod az iskolában általában például oroszul és németül, vagy angolul? Milyen nyelveket tanultál az iskolában? Mi volt a tapasztalatom? Nem tanultam oroszul, csak németül. A német volt az első nyelvem. Még általános iskolában, és akkor később kezdtem az angolt. És nagyon szerencsém volt, mert németül egy 2 nyelvű tanárom volt, és angolul is nagyon-nagyon jó tanárom volt, de azt gondolom, hogy nem ez az átlagos. Tehát általában nagyon nehéz az iskolában megtanulni egy nyelvet jól. Igen, ez egy kicsit furcsa, de mert az iskolában az a diákok kell, az mondjuk tanulniuk. Kell tanulniuk, de általában az nem nagyon hatékony a rendszer. És rájöttem arra, hogy általában az első dolgok, az első probléma, a gond, nem? A magyarul a gond, ez a szinoním, igen, a probléma, igen, gond. Igen, a gond és a probléma, ezek szinonímek. A gond, mondjuk, hogy ez az első gond, és hogy
az órák tudásra alapulnak, és nem a készségekre. Az jelenti, hogy a tanárok a szabályokat, a nyelvtani szabályokatról beszélni, és az diákok, legalább az Olaszországban, nem tudom, hogy az ugyanaz a Magyarországon, de az a diákok a szabályokról beszélnek, a tanárok a szabályokról, a nyelvtani szabályokról beszélnek, és a diákok nem használják a nyelveket. De talán szerencséres voltál, de általában hogy érzed, ez miért a hely az iskolában a Magyarországon? Mert rájöttem arra, hogy mikor minden alkalommal, mikor Budapesten voltam, és Magyarországon általában, rájöttem arra, hogy az emberek, a fiatalok beszélnek folyékonyan angolul, de általában az emberek a Magyarországon nem beszélnek angolul, és más nyelveket. Igen. Nem igaz? Ez igaz, sajnos. És az igaz, hogy nekem jó tapasztalataim voltak, vagy nekem szerencsém volt, de nálunk is az volt a probléma, hogy megtanultunk beszélni egy témáról, de nem tanultunk meg beszélgetni. Érted, hogy mire gondolok? Tehát nem voltak ilyen igazi szituációk, dialógusok, meg nem volt nyelvhasználat tanítás, amit te is mondtál. De hát ugye nyelvtant tanítani, az sokkal kényelmesebb, tudod, mert az egy bináris dolog, tehát van egy teszt, és akkor vagy jó, vagy nem jó. És hogyha nyelvhasználatról beszélsz, az sokkal nehezebb tanítani, nehezebb standardizálni is, azt gondolom. Igen. Az emberek, a diákok általában nem megtanulják, hogy hogyan használják a nyelvet az életben. Aha. Az életben. Általában az életben. És azért az én esetemben, mikor jártál az iskolában, a középiskolában jártál, emlékszem arra nagyon jó, hogy a francia tanár jó, nagyon jó a francia tanár általában, az, de az angol tanár, nekem mondtam, hogy például a német tanár két nyelvű volt, de a Riktan az iskolában, az Olaszországban mindenki, majdnem mindenki, nem két nyelvű. Azért az én esetemben a Köpis iskolában az angol tanár nagyon rosszul angolul beszélt. És a paradoxált, nem tudom, hogy a magyarul mit mondják magyarul? Paradoxált? A paradox? Van ez a szó, paradoxon, ugye ez a magyar. Vagy azt is lehet használni, hogy ellentmondás. Ellentmondás volt az, hogy... Igen. Ellentmondás, igen. Hogy az angol tanár nem rosszul angolul, rosszul angolt beszélt, azért ez a kicsit furcsa. Nem csak a tanártól függ, ez a umálmás általában volt, és nem nagyon érdekes, nem nagyon hatékony ez a módszer, azért például én tanultam angolul és franciául magam tanultam az itton, és remélem, emlékszem nagyon arra, hogy az este a filmeket néztek, minden este a felirattal. A francia felirattal, rájöttem arra, hogy ezt lehet nézni a filmeket a felirattal, azért 20 évvel ezelőtt, és nagyon jó. Ez nagyon jó volt, de általában az a más diáknak nagyon, nagyon nehéz volt a franciaul és a más nyelveket megtanulni. És oké, nem csak Az első gond ez az, hogy az emberek, ez a tudásra, a rendszer, a tudásra alapulnak. A rendszer alapul,
ugye a rendszer az csak egy. Alapul. Az a második probléma az, hogy a diákok passzívák voltak, passzívák vannak általában. És Petra, ez a nagyon jó magyar tanár vagy, és szívesen. És hogyan működik például a privát diákáiknak, a diákáikkal most, ez a, mit a különbség, amikor, mert elmondtad arra, hogy 5 évvel ezelőtt, nem tudom, 10 évvel ezelőtt Budapestre jártál, és az iskolában, a hivatalos nyelvtani iskolában dolgoztál, nem igaz? Igen, igen, hivatalos nyelviskolában. Nyelviskola. Nyelviskolában. Uh-huh. A nyelviskolában dolgoztál, uh-huh. És mint a különbség, ez tetszik, és tetszek, a tény, hogy dolgoztál az iskolában, és mit volt a tapasztalod általában, és mi a tapasztalod most a privát, magyarul privát vagy magán diákok? A magán uh-huh. diákaikkal? Diákjaiddal. Ugye, Gyákjaiddal. Szerintem a legnagyobb különbség az, hogy ha nyelviskolában tanítasz, vagy egy középiskolában, akkor általában valami vizsgára tanulnak a diákok, vagy a nyelviskolának van valami standard követelmény, amit meg kell csinálni, el kell érni. Tehát a nyelviskolában nem biztos, hogy a diák a legfontosabb, hogy annak a diáknak mire van szüksége. Mm-hmm. Viszont, hogyha privát óra van, akkor lehet teljesen a diáknak az igényeit, a diáknak a céljait nézni. Úgyhogy azért talán én jobban szeretem a privát órákat, mint a nyelviskolát. Igen, az én esetemben a coachként dolgozom, és nagyon szerencséres vagyok, mert a szerencsérese a diákjaim nagyon motiválták vannak általában. Azért, de nem tudom, hogy hogyan működik az iskolában, a több diák nem nagyon motivált van, mert nem tudja, a több ember általában nem tudja, miért az iskolában, miért tanulni, miért a nyelvet tanulni. Legalább, mikor jártál az iskolában, jártál, nem, senki nekem mondta, miért ez... fontos, hogy francia vagy más nyelveket tanulják. Azért, és a más probléma általában is az, hogy a diákok nem tudják, hogy hogyan megtanulni, hogy hogyan kell megtanulni. Uh-huh. Hogy hogyan kell tanulni. Egyetértek? Aha, hogy hogyan kell tanulni. Hogy hogyan kell tanulni, és egyetértek, hogy ez a probléma általában, mert az a sok információ ellenére, mert sok információ van, de a diákok már nem tudják, hogy hogyan megtanulni, hogy hogyan kell tanulni, megtanulni. Ó, igen, egyetértek, és persze nem csak a nyelveknél, hanem egyáltalán nem tanulnak meg tanulni. És ez most nagyon jól látszik szerintem a pandémia idején, amikor zárva vannak az iskolák, és amikor tavaly márciusban itt Magyarországon bezártak az iskolák pénteken, és akkor azt mondták, hogy 3 nap múlva hétfőn online oktatás.
És ott voltak a diákok, hogy fogalmuk sincs arról, hogy hogyan kell egyedül tanulni, hogyan kell megszervezni az idődet, az energiádat, stb. De hát azt hiszem, hogy erről te tudsz beszélni, mert ebben te nagyon jó vagy, én azt gondolom, hogy hogyan kell önállóan mindent megszervezni és kitalálni. Igen. Igen, ez igaz, hogy ez a pandémia alatt és a pandémia miatt az emberek kell, az embereknek kell tanulnak valamit újt, new ways of learning, új módon ezt megtanulni, az új módon tanulni. Aha, aha. Vagy a tanulás új módjait, vagy új módszereit kell tanulniuk. Nagyon. Nagyon jó, köszönöm szépen. És mit tehetünk mi a tanárok, hogy motivált, a diákok motivált legyenek szerinted? Általában azt mondja. Igen, ez nagyon nehéz kérdés, ezt te is tudod, mert ugye minden diák más. Én mindig próbálok sikerélményt adni, tehát hogy legyen mindig sikerélmény, kicsi sikerek. És ehhez ugye nagyon fontos szerintem, hogy olyan célok legyenek, amik kicsi célok. Tehát az nem cél, hogy szeretnék C1 szinten beszélni, ugye? Mert az mondjuk, nem tudom, 10 év múlva lesz, tehát az nem jó cél. De az, hogy ma elmegyek egy kávézóba, és nincs kávézó, meg semmi, de hogy valamilyen kicsi sikerélményeket kell adni szerintem. Uh-huh. Egyetértek, ez a nagyon jó. De általában úgy tűnik, hogy az emberek, a diákok, ez a kicsi, mint a naprendszer, solar system, a naprendszer. Az jelenti, hogy a nap a középpontban áll, és a bolygót, ez a más bolygó körül keringenek. Igen. És az ugyanaz, az a nap, ez a tanár, és a diákok, ez a bolygó, mint a bolygó, a bolygók, és de a coachként például, és a tanárként nagyon, nagyon fontos, hogy az ugyanaz szintén vagyunk, és együtt dolgozunk. Ez a nagyon fontos, mert az emberek mondják, hogy az a tanár, és beszél, és én hallottam, és passzívan hallottam? Hallgatom. De ez az hozzáállás, ez a mentalitás, gondol, nem tudom, hogy ez a szó, mentalitás, a magyarul, mentalitás, az egy szó, igen, vagy azt is lehet mondani, hogy gondolkodásmód. Gondolkodásmód, igen. Ez a régi gondolkodásmód. Változott az a világ, és néha ember nem rájött rá, hogy változott a világ, és az internet, internet van, és nagyon fontos, hogy nem csak a diákok, hanem a tanárok is megtanulják, hogy hogyan használni az interneten használni, és stb. Oké, nagyon jó, köszönöm szépen, Petra, nagyon érdekes volt, mint mindig. Örülök. És remélem, hogy más embereknek érdekes téma lesz, és találkozunk a jövő szerdán, az jövő héten. Igen. Találkozunk, és ennyi. Jó. Szép napot, köszönöm Petra. Szépen neked is. Szia-szia. Ciao. Szia-szia. So there you have it. I truly hope you enjoyed this conversation and that you got the chance of actually seeing how I interact with my tutor. As I said before,
My learning experience does not just happen during the conversation. It starts before the conversation because I choose a topic that I like, that I want to grapple with, that I want to tackle, and I look up some words or expressions that I know I will be using during the conversation. But the other thing that I do after having the conversation is that I review the conversation, I listen to the conversation again, and I jot down some fragments or useful words that I learned during the conversation, also mistakes and other feedback that Petra has given me. And I believe this to be an important part of the learning process. A lot of people just have conversations for the sake of speaking and practicing, but they don't review the content. And I believe that if you review the content, you have a lot to gain and a lot to learn. One last thing I wanted to say, Petra is not just a wonderful teacher. She has created a website, which is called easyhungarian.com, and she has wonderful material. She has also a YouTube channel. I'm going to put everything in the description box. If by any chance you're learning Hungarian, this beautiful language, you should check her stuff out because it's really fantastic. As always, thanks for watching and happy language learning.